Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról. A Spirit Színház hozta el Nagykanizsára a kultikus darabot csütörtökön. A zenés előadás örökzöld slágerekkel megspékelve még ma is vonza az érdeklődőket. Az idősebb korosztály csak úgy, mint a fiatalabbakat. 2019 óta játssza a klasszikus darabot a Spirit Színház. A rendező Czeisel Gábor a műcsaládi tragédiáit és a fel nem dolgozott traumákat helyezte középpontba. Ehhez alakították a dalokat is, mindössze 100 zongorával. Az egész előadás intim és sűrű, nagyon drámai, mondta el Perjés János színházigazgató. A 70-es években volt az ősbemutató, mégis van párhuzama a mai korral Perjés János szerint. Ez egy folyamatosan fentlevő, manapság talán még fontosabb dolog, amikor a családoknak az összetartása fontosabb, pláne hogyha gondolunk itt a környező eseményekre, az, hogy milyen könnyen széteshetnek a kapcsolatok, és milyen sebezhetővé vált a család. Tehát mindenféleképpen ezt tartom most a fő mondani valójának. Nagy Lilla Fruzsina színművész is úgy látja, a darab mondani valója még mindig aktuális. A fiataloknak azért, mert ez a fajta útkeresés, ami mind Esztert, mind Józsefet, ugye Eszter férjét jellemzi, az mindenkit megfog, az idősebb generációt pedig a már említett generációs trauma fogja meg, ami őrájuk is igaz, vagy találnak saját élményt benne. A színészek és a rendező, sőt, a nézők véleménye is egyöntetű. Ebben a darabban mindenki megtalálja saját magát, kortól, nemtől függetlenül.